a természet motivál engem leginkább, tehát hogyha valami olyasmi helyzet van, akkor utána mindig ez az, ami segít. Hogyan lesz valakiből túravezető? Nekem természetvédelmi mérnökképzettségem van, meg turisztikai végzettségem, de igazából erre vannak mindenféle ilyen külön OK-s képzések, meg minden ilyesmi, úgyhogy többfélét is akár el lehet végezni, és ilyen munkakörbe elhelyezkedni. Mik a feladataid? Nyári időszakban, turisztikai szezonban ez a túravezetés, tehát idegenforgalmi, ezen kívül pedig természetvédelmi feladataim vannak még itt a Nemzeti Parknál. Mindenféle monitorozás, szerződések készítése, adatgyűjtés. Egy túravezető nagyon sokat hozzátesz a látogatóközpont működéséhez, mivel ugye ő nem a kiállítást mutatja be, vagy akár a kisfilmet, amit az emberek maguktól meg tudnak tekinteni, hanem ő kinn a terepen mutatja be. És ugye ehhez nagyon nagy tudás szükséges, ugye ismerni kell egyrészt magát a terepet, az élőhelyet, a fajokat, és ugye azért tájtörténettel is tisztában kell lenni, hogy hitelesen és érdekesen elő lehessen adni az embereknek ezt úgy, hogy tényleg tanuljanak belőle. Ezt a szakmát azoknak ajánlanám, akik szintén szeretnek mondjuk emberekkel foglalkozni, szeretnek is mondjuk beszélni arról a természeti jelenségről, élőlényekről, amelyeket ugye bemutat, úgyhogy nekik ajánlanám. Most már azt is megtudtuk, hogy a túravezető egy nyugis szakma. Ha ti is szeretitek az állatokat, illetve a természetet, akkor lehet, hogy ez a ti munkátok. Viszont, hogyha más szakmára vagytok kíváncsiak, nézzetek körül a csatornánkon. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb.